Akkor elkezdjük a nő szerepének a harmadik és a befejező részét, legalábbis egyelőre úgy néz ki, és ezt el fogjuk kezdeni. Malakiás második fejezetnél 14-es vers az, amivel kezdjük. És azt mondjátok, miért? Azért, mert a tett bizonyságot közted, és a te ifjúságod felesége között. Akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett ez az egy? Elokhímtől való magzat, magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást. Ezt mondja Jahua, Izraelnek hatalmassága. És aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seréknek hatalmassága, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne családkodjatok. Jahua és Izrael kapcsolatáról beszél. Hamar, a korábbiakban le is írja ezt egyébként. Hűtlen élet Jahuda utálatoság támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Jahua, Jahuda Jahuanak szentségét, amelyet ő szeret, és idegen Elohimek lányát vette el. Magát hasonlítja a, az ifjúság feleségéhez, és az idegen hatalmasságokat pedig úgy veszi, hogy azzal őt megcsalta. Azonban szerintem érdekes az, hogy arról beszél, hogy Megcsalta az ifjúságának feleségét. Ő ezt így képzelte el az emberek között is. Az ifjúság, hogy az embernek egy felesége van. Nem feltétlenül egy, úgy értem, hogy most az, hogy egy darab vagy több, de én nekem meggyőződésem, hogy az ő általa elképzelt rendszer az, az valójában egy az egyben volt. Egyáltalán nem azt mondom, hogy nem lehet több, vagy ő az elítéli, hiszen egyeteművé tette, hogy nem. Én valahogy úgy érzem az egészből, hogy az ő elképzelése az volt, hogy van egy és. és kész. De mégis mindegy is, hogy én mit gondolok. A lényeg az, hogy arról beszél, hogy megcsalta őt. És ez a társa, a társ egyébként, ez a kifejezés, megmutatom. Ez haberet, vagy haveret, és ez feleség, vagy hitves, egy társul adott nő. Hogyha megnézzük, hogy milyen szóból ered, akkor ugye a haber, ami egy melléknév, és azt jelenti, hogy egyesült, vagy szövetségben álló társ, embertárs vagy barát. Egyébként azt írja itt, hogy innen ered a magyar haver kifejezés, amit az utconyelvben használunk. Ha még visszább megyünk, akkor megtaláljuk az igét, a habár, és ez pedig összekapcsol, vagy összekapcsolódik, egyesül, szövetkezik, összeér vagy érintkezik valakivel ha megnézzük a Gessinius, ugyanezt fogja elmondani. Szóval ez a kifejezés társad. A feleség az természetesen isa, és a szövetséges pedig brit. Ugyanaz a brit, ami ugye az Idézőjelvetett Új Szövetség neve a Brit Hadosa, mint Új Szövetség vagy Szövetség és a Megújult Szövetség. Szóval ez egy szövetségkötés, egy szerződés, egy megállapodás. Ez a házasság. Társa, a két szövetséges tulajdonképpen, akivel szövetséget köt, szerződést köt, és ez lesz a felesége. Arról beszél, hogy az ifjúságod felesége. Ha megnézzük azt a szót ifjúságod, akkor az nörrim, a kifejezés, és gyermekkort jelent, fiatalkort, fiatalságot, ifjúkort vagy ifjúságot. És a szó magából, a árból ered, az pedig én úgy értelmezem, hogy amit ő kitalált az az, hogy Két ember az ifjúságuk egymás, egymással szövetséget köt az útjuk elején. Most az, hogy ez mikor van, vagy hogy van, az teljesen mindegy. De én egy ideális esetre gondolok itt. Két ember az útjuk kezdetén szövetséget köt, és aztán éli az életét és együtt változik ezen az úton, az alapján, amit megtanul, Jahua útjáról, és egymás segítve fog végighaladni ezen az úton. Szerintem ezért neheztelt rájuk, vagy hát nyilván többek közt ezért, de, de ezért mondja azt, hogy ifjúságod felesége. Tisztában vagyok azzal is, hogy van számos példa arra az írásban, amikor idősebb férfi elvesz fiatalabb lányt, vagy nőt, vagy elvált, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy, hogy szerintem, legalábbis én úgy értelmezem, hogy ez, ez volt az ő cél ezzel. Hiszen ezért alkotott egy segítő társat a férfinak, hogy úgy járják ezt az utat, hogy a segítőtárs társ végig támogatja őt ezen az úton. Utána viszont azt írja, hogy ugye ő, ő, ő jó, hát ez bizonyságot a két fél között, akit megcsalt. A megcsalt egyébként Bagad, ami annyit tesz, hogy hűtlen, áruló, család módon cselekszik, viselkedik, becsap, vagy félrevezet valakit. Ezen kívül elrejt, vagy befed, hűtlenkedik, elpártól, elárul valakit, vagy félrevezet, vagy becsap valakit. A férfi az, aki becsapta a feleséget, utána azt írja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Nyilván arról beszél, hogy azok, akik az ő útját követték, és a szövetségben jártak, azaz a Torah szerint jártak, a hitükből, azok ezt nem tették meg. De ha tovább gondoljuk ezt egy egy házasságra, egy valódi házasságra, akkor látjuk, hogy mi, mi az, amit mondani szeretne. Ebben a kapcsolatban nem teszi meg azt a férfi, amennyiben van lelke, ez a lélek pedig nem más, mint ruach. Az, ami az ember maga. A szellem az emberé vagy pedig jahuai lehellett lélegzett egyébként a jelentése. Még egy dolog, az pedig az, hogy mert gyűlölöm az elbocsátást. Salah, küld, elküld, kiküld, szabad folyást enged valaminek, elereszt, elenged, elbocsátatik, elűzetik, elhajtatik vagy elsodortatik, ezen kívül, ugye a Gesinius annyit küld, nagyjából egyetért szerintem az óhéberre. Szóval ez az elbocsátás az, amiről a másiák beszélt, mikor megkérdezték, hogy elbocsáthatja-e a férj bármi okkal a feleséget. És arra mondta, hogy nem, hiszen házasságtörést követel, ha ezt teszi, hanem csak akkor, ha paráznaság okával. Erről az elbocsátásról beszélt. Ez az, amit ő gyűlö. Azt írja, jobb, nézzük meg az első verset először. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Később meg fogjuk érteni, hogy miért beszél a hajadonra, de nézzük meg a szövetséget. A szövetség ugyanaz a brit, amit az imént láttunk, ahogy a szövetség a feleséggel, illetve a, a, az ifjúságának a feleségével az embernek. Ugyanarról a szövetségről beszél itt jobb, csak ő a szemeivel köti ezt a szövetséget, és arról beszél, hogy a hajadonra ő nem ügyel semmit. A a szem, ami ugye a karakteráin, és a hajadon pedig egy betula, aki lehet, de megmutatom, aki lehet egy szűzlány, vagy pedig szexuálisan érintetlen, ugye ez végül is lehet, aki el van jegyezve. Ha pedig megnézzük a Gesinius-t, arról beszél, hogy ez egy frissen házasodott fiatalasszony, illetve ugye átvitt értelemben Izrael. 9. Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én fele barátomnak ajtaján, az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Amiről beszél az az, hogyha ha asszony az asszony az. isá, valaki másnak a feleségéről beszél. És azt mondja, hogy ha másik asszony után leselkedett volna, akkor az egy gyalázatosság lenne, és egy bűn. A bűn az Aion, Amon, annyit tesz, mint romlottság, egy gonoszság, bűn. Azt akartam bemutatni ezzel a kettővel, hogy a házasság az egy szövetség, egy szerződés két ember között, amit amivel tisztában volt mindenki, aki az utat járta, hogy ez egy komoly dolog, hiszen ezt Yahoo lépten nyomon az emberek értésére adta. És a házasság azért is fontos, hiszen a házasság egy képe annak, ahogyan mi kellene, hogy viselkedjünk. A férfi és a nő kapcsolata egy példa, arra, ahogyan az emberiség kellene, hogy viszonyuljon az atya felé. És hogyha mindenki, mindenki a saját szerepében munkálkodik, akkor mindenki tanul belőle, és jobban tudja járni az utat. És jobban megérti azt, hogy mi az, amit tennie kellene. Még egyet megmutatnék. Nézzük azt, hogy ezek után látjuk, hogy a házasság azért akartam megmutatni ezt a kettőt, mert ritkán kerül elő ez a két vers a házassággal kapcsolatban. És szerintem a többit már annyiszor hallotta mindenki, hogy igazából sok újdonságot nem hiszem, hogy kiszerünk belőle, de ez egy nagyszerű alapot fog biztosítani ahhoz, ami most következik. Ez pedig első Sámuel 19. 11. Első Sámuel 19. 13. verstől és követeket külde Saul a Dávid házához, hogy reál és reggel megöljék őt. De tudtára adál Dávidnak Miká, az ő felesége, mondván, ha meg nem mented az életedet, az éjjel holnap megölnek. Azért szerettem volna megmutatni ezt, mert nagyszerű, nagyszerűen mutatja a gyakorlatban, hogyan jelenik meg, a gyakorlatban hogyan jelenik meg a, feleség szerepe az, amiről beszélt Berasít, másik fejezetben, hogy, hogy, egy segítőt teremtek neki, az itt ebben a történetben szerintem nagyon jól. Lebocsátál Mikál Dávidot az ablakon, ő pedig elment és elszalad, és megmenté magát. És vevé Mikál a teráfot, és az ágyba fekteté az, és a feje alá kecskeszőrből készült párnát tett, és betakará lepedővel. Ez a teráf, ez egyébként egy szobor. Itt ugye Terafimról beszél, ez pedig egy fa képről beszél, de szerintem inkább egy szobor kellett, hogy legyen, hiszen ha az ágyba fektette egy fa képet, minek fektetne az ágyba. Egyébként maga a szó az Terafim, Terafim, és egy emberformájú szobor, házi Házi Isten, melyeket vallásos hódolatban részesítettek, esetenként jövendő mondásban használtak, hogy mit keresett ez Dávid lakásában. De még jó, hogy kéznél volt, ugyanis ez az, amit az ágyba fektetett, a feje alá Kecskeszörből készült párnát tett, betakarta a lepedővel. Ez ugye Mikál már gondolatoskodott, miután Dávid elmenekült. Saul elküldte a követeket, hogy Dávidot megfogják. Ekkor Mikál az hazudta, hogy Dávid beteg. Saul elküldte ismét a követeket, és mondta, hogy akkor is hozzátok el, ha ágyastól kell, hogy megöljem őt. Mikor oda menének a követek, ekkor már a szobrot találták az ágyban, és a feje alatt a kecskeszőrből készült párna. És akkor mondta Saul Mikának, mi dolog, hogy engem úgy megcsaltál? Elbocsátad az én ellenségemet, és ő elmenekült, és felele Mikán Saulnak, ő mondá nekem, bocsássa engem, vagy megöllek téged. Azaz Mikál annyira belejött a hazudozásba, hogy hazudott gyakorlatilag. És ha jól értelmezem, akkor Saul az apja volt Mikálnak, de akkor még súlyosabb a helyzet. Viszont arról nincs szó, hogy ezért megbüntette volna Jahua, úgyhogy csak van különbség hazugság és hazugság között, ami nem is a lényeg. A lényeg az, ami a 18-asban van, Dávid pedig elfutván megszabadul a elment Sámuelhez rámába, és elbeszélte neki mindazt, amit Saul vele cselekedett, elméne azután ő és Samuel a nájótban és uh, nájótban tartózkodának. Így mentette meg Miká Saul életét azzal, hogy kiderült, hogy mi is, mi is a helyzet, és utána végigcsinálta ezt az egész uh, műveletet. A következő Ismét szerintem egy, egy érdekes példa, ez azonban már a brit hadasából van. Ez apostolok 16-14 lesz, és ez Lidiáról szól, aki ismeri a történetet. Lidiáról szól, aki ismeri a történetet, de nézzük, hogy mi is történik. Szóval szombatnapon kimennek a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni. Azért emeltem ki a szombatnapon, hogy lássa mindenki, hogy még itt is, hogy még itt is a szombatról van szó. És leülvén beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal. Egy Lidia nevű, Tiatira városbeli bíborárus asszony, aki féli vala Elohimet, hallgat a reánk. Ugye, amikor azt mondja, hogy hallgat a ránk, azt el fogja magyarázni, hogy mi is tulajdonképpen, de nem csak, hogy hallgat a hanem aki féli vala Elohimet, hallgat a ránk. Azaz megvolt a nő szívében a idézőjebe az a félelem Jahua iránt, ami szükséges, ami ugye a bölcsesség kezdete, amiről beszél többek között Zsoltárok 111.10, vagy példabeszélek első fejezet is, ha jól emlékszem, a hetes vers, de még sok másik. Megvolt benne ez a félelem, és ami történt, az az, hogy ennek Jahua megnyitja megnyitá a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Saul mond vala. Szóval félte, hallgatott a, arra, amit beszéltek, és Jahua megnyitotta a szívét, és így megértette, amit Saul mond vala. 15-ös versben azt írja, mikor pedig bemerítették, vagy megkeresztelkedik mind háza egybe kérem minket mondván, ha Jahu a hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszol a minket. Ami érdekes ebben az az, hogy ha megnézzük a Káldi, miután ő és a háza népe megkeresztelkedett, így könyörgött. Utána 15-ös azt írja, hogy a, a katolikus verzióban egy egész háza népével együtt bemerítkezett, míg az arany azt mondja, hogy mikor pedig megkeresztelkedett volna, mind háza népével egyben. Szóval úgy tűnik, hogy ő volt az, aki eljuttatta az ő háza, háza népét, mindazokat, akiket ismert, addig, hogy megértsék Jahu a szavát, és eljussanak az igazsághoz olyannyira, hogy, hogy bemerítkeztek, és és utána nyilván, nyilván járták ezt. Ez volt ugye Lídia története. Remélem, hogy értető az, amit ki volna ebből hozni. Csak azért, hogy lássa mindenki, hogy én tiszt... ez az, ami, ami a nőnek a funkciója lenne, hogy segíti a férfit, együtt járják ezt az utat. Most, hogy neki volt a -e férje vagy sem, vagy mit jelent a házanépe, az egy másik kérdés, de láttuk Mikhail esetében. Következő, meg fogunk nézni néhány példabeszédet, ha már itt tartunk, hogy ezeknél a, a női karaktereknél. Kezdjük a példabeszédek, ez 11-16. Példabeszédek 11-16. Így szó, a kedves asszony, Megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Nézzük meg, hogy mit jelent a kedves. A kedves az hén, annyit tesz, mint kedveség, báj, elegancia, vagy pedig kivételes bánásmód, kegyelem, elfogadás, jó akarat, jó indulat. Illetve ha megnézzük a másikat, a geszínűszt, akkor látjuk, hogy kegy, vagy kedvezés, kivételes bánásmód, jó akarat. Ha pedig megnézzük, hogy honnan ered a szó a hanán, az annyit tesz, hogy megkönyörül, megindul, kedvességet mutat, jó indulatot tanúsít. Szánalomban, írgalomban részes. Akiről itt beszél, az, aki kegyes, kedves, de ha megnézzük a káldit, akkor azt írja, hogy a tisztességes asszony becsületet arat. Ugye itt az van, hogy a kedves asszony megtartja a tiszteletet. Ha megnézzük a katolikus verziót, itt csinos asszony becsületére van férjének. Még az arany, a kedves asszony, vagy asszonyi állat megtartja tisztesség. Ez a szeptuaginta itt szintén kegyesről beszél, és azt mondja, hogy a kegyes feleség dicsőség a férje számára. Az a nő, amelyik az igazságot utálja, az becstelenség. A hatalmaskorok pedig megtartják a gazdagságot. Valahogy más a két... Hogyha valaki látja, amiről beszélek, akkor látja azt, hogy más a két verzió. Ez a Septuaginta, ez ugye a görög verzió, a görög irat, a magyar pedig a Káldi egyébként egyezik, ez, ez teljes mértékben hiányzik, ez a második rész a mazoletikus írásokból. Ugye azt mondja, az első az egyezik, hogy a, a, a kegyes az, a feleség, az dicsőség a férjére, de az a nő, aki gyűlöli az igazságot, a, az, az maga egy becstelen. Az becstelenség. Szóval ezt érdemes észben tart. Ez példabeszélek 11-16. Hát mindenki eldönti, hogy melyik, melyik verziót, melyik verzió érdekli, vagy melyik az, az amelyiket elfogadja. De láthatjuk azt, hogy amennyi fordítás, annyi féle verzió tulajdonképpen. Szerintem nagyszerű, hogyha valaki tudja használni a Septuagintát ezt, akkor mindenképpen érdemes beszerezni egyet, vagy pedig ebben használni, mert ez egy, ez egy más irat, ez egy görög iratból fordított verzió, illetve ez egy görögből angolra fordított verzió, míg a miénk az ugye a Héber mazoletikus írásból fordított magyarra. Úgyhogy a kettő eltér, az, a King James az majdnem ugyanaz, mint a, mi a magyar, mint a Károli, De a következő szintén példabeszédek lesz, ez a 12-es fejezet, vagyis a hármas, hát igen, itt másképp a számozás. A derék asszony koronája az ő férjének, de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. A derék asszony koronája az ő férjének. Ezek mind a példabeszélek, amiket most meg fogunk nézni, itt ugyan erről beszélnek. Van az az asszony, aki az ő szerepkörében él és úgy funkcionál, az az, akit ők derék asszonynak hívnak. Ugye ez a derék, ez a kifejezés, ez hajél, és erő, hatalom vagy vitesség, képesség, tehetség, hatékonyság, gazdagság, vagyon, termőerő, haderő, hadsereg. Végül is az, az a nő, aki, vagy az a feleség, inkább úgy mondom, az a feleség, aki azon munkálkodik, hogy és meg fogjuk látni, hogy miért is mondom azt, hogy azon munkálkodik a későbbiekben, de azon munkálkodik, hogy, hogy a kapcsolatuk, illetve az egész ház, amit ők létrehoznak, a férj és a feleség, az minél, minél sikeresebb legyen. Természetesen haladva Jahua útján. Erre gondol, amikor azt mondja, hogy képesség, tehetség, hatékonyság. Ez egy, ez egy talpraesetnő, az, aki tudja, hogy mi a teendője, és azt csinálja, és arra fókuszál elsősorban. A Gesinius azt mondja, hogy ezen kívül, hogy erény, illetve derekasság, termékenység, úgy, mint a fájé. De ha megvizsgáljuk, hogy miből ered, akkor az a szó maga, az ez lesz csavarteker, egyébként szerintem azt akarja kifejezni, hogy, hogy sürög forog. A másik azonban, amelyik megszégyeníti az embert, ez ugye, ez a szó pedig bos, szégyen, szégyenkezik, csalódik, vagy pedig zavarba jön, megzavarodik, késik, késlekedik. Szégyent hoz, megszégyenít, szégyenletesen cselekszik, szégyenletes dolgokat csinál. Ez az, aki nem az ő funkcióját látja el. És azzal, hogy nem azt látja el, ezzel szégyenbe hozza a házat magát. Sőt, azt mondja, hogy olyan, mint valamiféle rák, mint a csontjaiban való rothadás. Ahhoz hasonlítja. Nézzük meg a káldéd. A derékasszony a férje koronája, a becstenem pedig szú a csontjában. Az, aki nem az ő funkcióját látja el, aki megszégyeníti, aki, aki aki szégyent hoz a házra, az olyan, mint a szú, ami szép, lassan a fát elpusztítja. Hiszen azáltal, hogy ő nem funkcionál, úgy, tegyük fel, hogy a fél igen. Azáltal, hogy ő nem funkcionál, úgy, az, az egység nem tud úgy funkcionálni, és a ház nem tud úgy funkcionálni, ezért a végén, mint egy fa elkorhad és elpusztul. Ez a. Azt hiszem, hogy a Szent Imrének hívják, a Szent Imre verzió. A derék feleség koronája a férjének, a gyalázatos olyan, mint a szó a csontjában, az arany pedig azt mondja, hogy a gyors asszony koronája az ő férjének, de mint az ő tetemeiben való rothadás, olyan az, mely megszégyeníti az ő férjét. Ez pedig már a, a és itt arról beszél, hogy a derék asszony az a férjek Koronája is amúgy meg olyan, mint a szó a fában. Ja, igen. Azt írja, hogy a Derik asszony olyan a férje koronája, de mint a férjek a fában olyan a rossz asszony, aki elpusztítja a férjét. Lerombolja a férjét tulajdonképpen azzal, hogy nem teszi azt, ami az ő feladata. Haladjunk tovább és bocsánat, megmutatom még a tehát szóval így néz ki a derék asszony, a féreg koronája, de mint a fában a féreg, a rossz nő lerombolja vagy elpusztítja a férjét. Következő az Misli példabeszédek 14-es fejezet 1-es vers. Ezért mondtam az előbb, hogy, hogy munkálkodik, sürök forog, hogy építkezik, hogy, hogy, dolgozik az asszony. Ugyanis Misli 14 így kezdődik, a, a bölcs asszony építi a maga házát. A bolond pedig önkezével rontja le azt, akár csak az előbb láthattuk. De nézzük meg még egyszer. A derék azt koronája férének, de mint a csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Két nőről van szó, az egyik az, aki derék, aki úgy viselkedik, ahogyan kellene, a másik pedig az, aki megszégyeníti a férjét. Az egyik az a bölcs, a bölcs az, aki hakamot, bölcsesség, egyébként hakma, a bölcsesség, értelem, szakértelem, ügyesség, jártasság, találékonyság, ez mind hakma bölcsesség. Vagy hakam bölcsnek lenni, és annak különböző verziói. De egyébként képzett, jártas. Ez az asszony, az asszony persze így mint feleség, ő építi a maga házát, a ház az nem más, mint bait, bait ami ház, lakás, otthon, vagy pedig lakhely. A bolond, ez ivelet, bolondság, ostobaság, butaság. És az evil szóból, evil szóból ered, ami bolond, esztelen, vagy pedig ostoba. Ez az a szó. Evil. Nézzük meg gyorsan a szeptolgint, tehát ha már itt vagyunk. A bölcs asszony ugye itt, itt többet számban beszél, bölcs asszonyok házat, házakat építenek, de a bolond az, az, az a saját kezével le, leássa azt, lerombolja azt. Erről beszél. Ez ugye a szeptölginta. És Misli 14-es fejezetnél járunk. De a magyar megegyezik a Károli ezúttal, a saját önkezével rontja azt le. Saját kezével lerombolja. Következő, hát még a kádit megnézzük gyorsan. Bölcsnő felépíti házát, Balga pedig a felépültet is lebontja a kezével, Szent A bölcsesség felépíti magának a házát, a balgaság meg lerontja a saját kezével. Misli, 18-22. Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vet jó akaratot Jahuától. Mindenkinek érdemes megjegyezni ezt. Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jó akaratot Jahuától. A jó, ha meg akarjuk nézni a szavakat, ez a jó, ez tób, ez ugye a tób, vagy tób, ez a jónak a megjelenés általában termékeny, elfogadható, tetszetős, kívánatos, vagy pedig Megvidámító, boldogító örömszerző, termékeny jó gazdag, értékes, tiszta, jó gazdag, alkalmas, jó módú, prosperáló, igaz igazságos illendő, stb. Ez, a, ez az, amit megnyer az, aki talál magának egy isát, vagy feleséget, és ez jó akaratot vett Jahuától, ez pedig rakon a jó akarat, rakon, és ez azt jelenti, hogy jó akarat, vagy jó indulat, vagy kedvezés, kegy. Kivételezés, szívesség. Gyakorlatilag arról beszél, hogy a feleség az nem más, mint egy, egy kegy, egy kivételes dolog. Egy szívesség, vagy egy kedvezés Jahuától. Természetesen, csak azt akarom ezzel megmutatni, és nézzük meg a többi verziót gyorsan. Ez a Káldi. Aki jó feleséget talál, szerencsét talál, és Jahuától jó téteményben részesül. Sőt, itt úgy, úgy tűnik, hogy még van tovább, aki jó feleséget űzel, előzi magától a szerencsét, de aki házasságtörőt megtartja, balga és igaztalan az. Szóval, a KD tovább megy ennél, ami nagyszerű, mert akkor így meg tudjuk vizsgálni ezt is. Szóval gyakorlatilag ha megtalálja valaki azt. A nőt, aki járja az utat, és aki valóban megérti, mint ahogy Lídia az előbb, vagy Mikál, vagy Sára, vagy az összes többi, majd látjuk, akkor az egy a szerencse és az, az egy jó tétemény, az egy ajándék, az egy kegy Jahuától, hogy az embernek egyszerűbb legyen az élete. Aki ezt előzi, az előzi, ugyan, előzi azt a szerencsét magától, ami, ami ezzel járna. Ugye a Károliban szó sincs ezekről a dolgokról, még a káldi verzióban egyértelmű, hogy, hogy azért itt sokkal többről van szó, mint hogy, hogy, egy jó feleséget találjon. És aki viszont megtartja azt, aki a házasságot megtöri, az, az, ostoba. Sőt, nem csak hogy ostoba, az igaztalan. Vagy istentelen, ahogy ők fogalmaznak. A Szent Imre azt írja, hogy így van, Jahu a kegyelmében részesül, ez megegyezik a Károlival, az arany szintén, a Septuaginta pedig... Valószínűleg a, a, Káldi az a Septuagintához áll közel. Legalábbis ebben a versben. Ugyanis ez szó szerint arról beszél, a, amit olvastunk a Káldiban a szerencséről, illetve aki megtartja azt, aki házasságot tör, az bolond és istentelen, igaztalan tulajdonképpen. Haladjunk tovább. Misli 19, és ez lesz a 14-es. A ház és marha atyától való örökség, azaz, mm, ha visszaemlékszünk, mikor megnéztük a, a 10 deberémet, a 10 parancsolatot, akkor láttuk, hogy, hogy a, a tizedik Úgymond parancsolat vagy szó, az az, hogy ne kíván a szomszédnak semmét, a marhát, a házát, a stb. a szolgálóját és a feleségét. De itt azt mondja, és különbséget tesz, ugye egyértelmű, hogy abból az derül ki, hogy a feleség a férj tulajdona. Most az, azon túl, hogy mit jelent számunkra a tulajdon, azon érdemes túllépni. Nézzük, hogy mi az, amit itt mond, hogy a házam arra, zsatübbi, ezek a dolgok az atyától kapja az ember. Úgy érti az atyától, mint, mint áb, mint apa, vagy, vagy családfő, úgy, mint a fizikális apa. Azonban az értelmes feleség az egy ajándék Jahuától. Jahuától van pedig az értelmes feleség. Az értelmes feleséget azt az atya adja. Az értelmes, az sakal, és ez okos, körültekintő, meggondolt, megfontolt, vagy így cselekszik, előrelátó, vagy megfontoltan tesz valamit. Olyan értelmes olyan értelemben, mint hogy. pillanat. Ilyen értelemben. Értelmes. Nem arról beszél, hogy matekból jó, vagy, vagy fizikából, hanem az, hogy körültekintő, előrelátó, megszemléli a dolgokat, fontolóra veszi a dolgokat, mérlegel, gondolkozik, tépelődik. Ezen kívül okos, sikeres, szerencsés, halad előre a dolgban, felvirágoztatja ezáltal az egész házat amiről, amiben ő benne él, aminek ő része annak a háznak. Hiszen a férfi, a nő alkotja ezt a házat. És a gyerek. Ugye ezt jelenti maga az a ba, mint hogy erős ház. Atya. Ugyanezt írja a Gesinius. Szóval ez az a feleség, ami Jahuától van. Az előzőben leírja, hogy melyik az, ami nem, Sőt, nem is az, hogy melyik az, ami nem, hanem az, aki állandóan zsémbelődik, aki állandóan zsémbelődik, az egy büntetés Jahuától. Az értelmes azonban egy ajándék. Ez a káldi, ugye arról beszél, amiről már tárgyaltunk, hogy a ház és a vagyon, az anyagi dolgok, az az ősöktől erődő örökség, az okos asszony pedig valóban Jahuától van. Szent Imre. szintén erről beszél, arany, ugyanúgy a szeptolgintában pedig valamilyen oknál fogva nincsen benne ez a ez a példabeszéd már nincsen benne a szeptuagintában, úgyhogy nem tudjuk megnézni. De haladunk tovább szépen. A következő, és ez lesz, ha megnéztük, jó, akkor, akkor valóban haladni fogunk tovább. És ez az, utolsó a példabeszédek közül, ez pedig természetesen Misli példabeszédek 31-es fejezet lesz, és el fogjuk kezdeni 10-es verstől. Ezt mindenki remélhetőleg ismeri, ez a derék asszony. Ezt megpróbáljuk megnézni, amennyire csak lehet részletesen. A derék, kezdjük el ezzel, ez Khail, amit az előbb megtárgyaltunk már, az, aki, aki aki ké, a, 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 annyit tesz, mint képesség vagy tehetség vagy hatékonyság, az, aki, aki csinálja, aki képes, aki észreveszi, aki meglátja és aki meg tudja csinálni, és, és dolgozik a, azon az ügyön, ami a ház. De remélhetőleg az is kiderült már mindenki számára, hogy a ház maga, mint bet, a ház az egy fontos dolog az atya számára, hiszen ő is építi a saját házát. Megvan a fia, és készít a fiához hasonlóka gyermekeket magának, akiket aztán majd az ő házába be tud engedni. És ha valaki azt hiszi, hogy bármiféle módon be fog jutni oda, úgy, hogy azt csinál, amit akar, akkor az szerintem téved. Nézzük, hogy miről szól Misli példabeszédek 31. Ezt érdemes mindenkinek megjegyezni. Különösen szerintem a nőknek, de a férfiaknak is. Derék asszony kicsoda találhat? Ez a kérdés. A derék asszony. Le fogja írni eh, a Salomo, Salomon, hogy szerinte milyen a derék asszony. Hát ha valakinek van fogalma a nőkről, akkor neki biztos volt. Mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. A derékasszony mindennél értékesebb. Mindennél értékesebb. Megnéztük, hogy miért, láttuk a példákat és azokat a jellemzőket, amiket a derékasszonynak birtokolni kell ahhoz, hogy annak minősüljön egy derékasszonynak. De össze fogja foglalni számunkra Salomó ezt. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, a lélek az léb, mindjárt megmutatom, és annak marhája el nem fogy. Egyébként ha azt gondolnánk, hogy a lélek az ruach, akkor tévednénk, ez a lélek, ez léb, ez valaminek a belseje, a dolog lényege, vagy a dolog maga, ez a szív tulajdonképpen. Az ember belseje, az ember lényege, az ember központja, az bízik ez a, a nőhöz. A bízik pedig batah, és reménykedik, bízik, vagy beleveti a reményét. Hisz benne magyarul. Mert hasonló a pisztészhez, amit mindig mondják, hogy hisz. Ugye a az a szó hisz a, a brit házasában, az új szövetségben. Szóval ebben bízik a férjnek a szíve, a férj maga, a belső, a férjnek soha nem fogy el a marhája, azaz, azaz fizikálisan is gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat. Jóval illeti őt, és nem gonoszszal, az ő életének minden napjaiban, ez a férj a nőhöz keres gyapjat, vagy lent, megkészíti azokat kezeivel. Kedvel. Dolgozik, kétkezi munkát végez, és ráadásul még úgy tűnik, hogy ezt élvezi is. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Mint a hajók, ahogy elutaznak, és aztán nagy viszontagságok árán visszaérnek a kiindulási helyükre, meghozva azt, amiért elmentek, ugyanígy dolgozik ez a nő is, aki megtesz mindent a nap során, ami ahhoz szükséges, hogy eltartsa ezt a házát. Fel kell még éjjel, eledelt ad az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Szóval nem csak, hogy a ház körül liteendőket látja el, úgy tűnik, hogy, hogy részt vesz magában a kereskedelemben is, hiszen megveszi a földterületet, és azután még azt gondozza is. Ellátja a házát, illetve gyapjat lent készít elő, gyakorlatilag mindent megcsinál, ami, ami, szükséges. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karja. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, kezeivel fogja az orsót, a markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Ugye a 19-es versig bemutatja azt, amit a nő fizikálisan az, ahogyan dolgozik a házért. mindezek a, a, a munkálatok, amiket ő, ő visz. Azután pedig ezen kívül még segíti a szegényeket, illetve a szűkölködőket, nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba jött, ezért a karmazsin, az a szó, az a skalátvörös, bíborvörös, karmazsinvörös, szerintem azért, említi ezt, mert egyrészt nehéz volt előállítani, ugye itt látjuk, hogy maga a festékanyag előállítása a borsonyi méretű karmazsin tetű. A nőstény példányon a porított testéből történik a rovar életmódjára a kereszténység fel igazán, hiszen abban a másiákra vonatkoztatható párhuzamokat lehet felfedezni. De szerintem a karmazsin az valószínűleg a a vagyonra uta Azért mondja, hogy Karmazsin a, a vörös színe, hogy nincs miért félteni a házanépét, hiszen, hiszen mindenük megvan. Szőnyegeket csinál magának, Patyolat és Bíbor az ő öltözete ugyanazt akarja e, kiemelni. Kiveszi a részét a munkából, emellett van, van ideje a családra és azokra, akik rászorulnak erre. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül, tartományainak véneivel, ugye a férfi képes ezt a feladatát ellátni, azért, mert a nő ellátja a többi feladatot a ház körül. Gyolcsot sző és eladja, ugye visszamegyünk a, a, amit az elején mondott, a gyapjú len, vagy a szőnyeg. Gyolcsot sző eladja és övet, melyet ad a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Szóval várja a következő napot úgy, hogy, 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 erő, és, és ami árad belőle az, az az, hogy erő és ékesség. Szóval nézzük meg, hogy mit jelent az ékesség, nem akarok. Igen, díszítés, ékesség, pompa, méltóság, fenség. Szóval arról beszél itt, hogy erő és fenség az, ami árad belőle. Tisztesség, méltóság, magasztosság, tekinté. Nem csak, hogy Erős, persze fizikálisan, hogy végeződje a munkát, de igazából maga, magáról, a karakterről beszél, hogy, hogy méltóságos, hogy, hogy, hogy fenséges, magasztos maga ez a nő, és, és erős ugyanakkor. Várja a következő napot. Nevet a következő napnak. Így van. Az ő száját bölcsen nyitma, nyitja meg és kedves tanítás van a nyelvén. Szóval mindemellett még bölcs is, a bölcsesség egyik, egyébként hakmá, a bölcsesség értelem, erről volt szó az előbb, kedves tanítás van a nyelvén, ez a tanítás pedig nem más, mint torá. Kedves az hesed, ami annyit tesz, hogy szeretet, jó akarat, jó indulat, jóság, az alacsonyabb sósú ember felé tanúsított kegy, kegyelem, felindulás valaki iránt ilyen tora, vagyis tanítás van a nyelvén. Ugye az a szó tanítás, ami itt szerepel, kedves tanítás, ez nem más, mint tora. Útmutatás, instrukció, tanítás. Ez az, ami árad ebből a nőből, a minden mellett, amit eddig megbeszéltünk. Vigyázz a háza népe dolgára, és rességnek étkét nem eszi, azaz nem lustálkodik. Láthatjuk azt, hogy a nő az az, aki egyben tartja a családot. A férfi dolgozik természetesen a családért, illetve részt vesz az, a közösség életében, a nő pedig részt vesz, illetve megoldja az azokat a dolgokat, amik, amik az ő házukkal kapcsolatosak. Így működik együtt a kettő. Nyilvánvalóan egy ember is meg valahogy össze tudja hozni, de úgy nem, mint ahogy kettő tudná, hiszen gyereket egyedül nem nagyon tud egyelőre, egyelőre olyan módon senki létrehozni, hogy azt Jahua elfogadja. Szóval két ember szükséges ahhoz, hogy egy házat létre tudjanak hozni. Egy olyan házat, amiben amiben aztán ugye gyermekek is vannak, és az tovább tud élni. Ehhez szükség van egy nőre, egy olyan nőre, aki tudja, hogy mi az ő feladata, és képes is azt ellátni, sőt, ezt még kedvel is csinálja. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. A boldog az Ásár, és ez annyit tesz, megmutatom ezt is, mert érdekes, halad, előre jut, egyenesen megy, szerencsés, sikeres, boldog vagy szerencsés. Halad előre felé, sikeres abban, amit csinál. Felkelnek az ő fiai, ez pedig kum, fel kell, vagy feláll, növekedik, egyre erősebbé válik. Szerintem inkább így, így érti azt, hogy felkelnek az ő fiai, hogy hogy felnőnek, növekednek, hogy, hogy tanítja őket, és, és azok is haladnak ezen az úton, amelyen, amelyen kellene mindenkinek rajta lenni. Az által, amit a nő csinál, az ő férje dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Azaz ez más fajta nő, mint azok, akik munkálkodnak szorgalmasan. Ez a saját házát építi. A lány az a szó egyébként bet, lány, lánya valakinek női leszármazottja, vagy pedig asszony, fiatal asszony. Család, a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli a huát, az szerez dicséretet magának. Magyarul a kedvesség az valami olyasmi, amit az ember meg tud, elő tud adni, és nem feltétlenül jön a szívéből. A szépség az viszont teljesen hiába való, hiszen az embernek nincs is köze ahhoz. A lényeg azonban az, ki az, aki féli Jahuát. Egyébként a félelem, ez járé, ez annyit tesz, mint tisztelni valakit. Járé, tisztelni valakit. Félő vagy tisztelő járé. Fél tart valamitől. Félelemmel tisztel vagy tiszteletben tart. Tiszteletet ébreszt. Félelmet kelt. Sőt, csodálatos, bámulatos, fantasztikus. Így viszonyul ez az isá vagy a jahuához. És ő az, ez az a nő, aki dicsértet szerez magának. Aki mindezeket végrehajtja és egyesíti magában ezt, az az, aki, akinek majd az élete és a háza épül fel. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérétek őt a kapukban az ő cselekedetei. Ez Salomo véleménye. Ha a kádit megnézzük villám gyorsan. A derékasszony dicsérete. Ugye ő a ne, ö, bocsánat, a betűk szerint sorba rakja őket a héber betűk szerint mindegyik. érdekes, mindegyik. Ö, 22 verset, 22 sort ír a derék asszonyról, és mindegyiknek egy-egy nevet ad a Héber ABC-ről. Pecse, a korallokét messze meghaladja. Jaj, az igaz gyöngyből, ugye ő koralt ír. érdekes, hogy, hogy, hogy így alakította ki a, a KD. Megnézem a szeptuagintát, de ebben nincs benne ez. Mindenesetre az, az kétségtelen, hogy 10 21-ig, 31-ig az 22 verszak, úgyhogy minden verszakra jut egy betű a Héber ABC-ből, és így, így hozta ki a KD. Nem tudom, hogy honnan vették ezt, de, de így van. Úgyhogy Például beszélek 31-10-31-ig összefoglalja mindazt, amiről eddig beszéltük, hogy hogyan is kellene a, a derék asszonynak viselkednie. Érthető az, ahogy, ahogy, eddig haladtunk. Azt szerettem volna megmutatni, hogy, hogy a házasság intézményét az Yahoo-a hozta létre. Annak érdekében, hogy a két ember egy legyen, és együtt járja ezt az utat, és megértsék azt, hogy hogyan kell Yahoo-ához viszonyulniuk kettő egymáshoz fűződő viszonya lenne az, ami megtanítja mind a kettőt arra, hogy hogyan kell az atya felé viselkedni, úgy szolgáljuk az atyát, ahogyan a feleség működik ebben a kapcsolatban. A férfi pedig úgy szereti a feleséget, ahogyan a másiák szerette a kiválasztottakat. Ez egy kicsit más jellegű lesz, mint, mint az eddigiek, csak azt szerettem volna, hogyha lá... megértjük azt, hogy H hogy működik, hogy kellene, hogy funkcionáljon a nő, és hogy erre van példa, és hogy ez egy nagyszerű dolog, és voltak, akik ezt megértették, és úgy éltek, és az ő életük nagyszerű lett, mint például Abigail, Miká, Sára, és a többi. Amik felől pedig írtatok nekem jó a férfiúnak azt, hogy nem illetni, pont. Ez ugye Saul tanácsa. Arról beszél, hogy ezekben az időkben, amikben ők éltek, meg amikben mi élünk, egyszerűbb a férfinak egyedül lenni ugyanúgy, ahogy a nőnek. De a parázaság miatt minden férfinak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. Azaz, hogyha valaki nem bírja ezt ki egyedül, akkor találjon magának egy párt. A feleségnek adja meg a férje köteles jó akaratot, mert hasonlóképpen a feleség is a férnek. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a fér sem ura a maga testének, hanem a felesége. Látjuk azt, hogy a nyilvánvaló különbségek ellenére a nőt mégis egyenjogúként kezelik. Ezek az emberek értették azt, amit eddig felolvastunk. Ezek, ők tisztában voltak azzal, hogy mit jelent az, amiről eddig beszéltünk. Ők olvasták ezt, ők értették ezt, nem úgy gondoltak rá, mint ma mi gondolunk erre. Feleség nem ura a maga testének, hanem így van, ez megvan, ne fosszátok meg egymás, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőtörésre, imádkozás, aztán ismét együtt térjetek, hogy satán meg ne kísértsen benneteket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ugye a fizikális együttlétről beszél megtartóztatni annyi ideig, amennyi ideig, amennyi ideig úgy döntenek közösen, mivel azt mondja, hogy nem ura a testének, és egyik se maga, ezért olyan nincs, mint ami előfordul rengeteg szer, hogy, hogy fáj a fejem, vagy nincs kedvem, és így ez, ez eltart hetekig, hónapokig, és az problémákat szül a két ember között. Ez pedig kedvez, kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint, azaz ez az ő véleménye ez hozzá is teszi. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, azaz utal arra, hogy ő egyedül volt, mint ahogy mondta az első verszakban. De kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagy ennek Elohimtől, egynek, egynek így másra pedig úgy. Ugye, aki kibírja, az kibírja egyedül, aki nem bírja ki, az meg talál magának egy párt úgy, hogy kéri jahuát. Mondom pedig a nem házasoknak, akik, akik ugye függetlenek, és az özvegyasszonyoknak, hogy jó, nekik, ha úgy maradhattak, mint én is. Nem először mondja azt, hanem már harmadjára, hogy egyedül az embernek egyszerűbb lesz. Sőt, jó lesz. Természetes, hogy. hogy az atya azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül és készítek neki egy segítőtársat a az utolsó időben, amiben mi is élünk, meg ők is éltek, ebben épp elég nehézség maga a társadalom amellett, hogyha az ember még belevág egy házasságba, erről beszél Saul, de ez azt mondja, hogy ez kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint, tehát hozzáteszi, hogy ez az ő véleménye, hogy egyszerűbb, ha egyedül van az ember, de, de meg is mondja, hogy miért, de ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni megismétli, amit korábban mondott, hogyha valaki nem tudja ezt kibírni egyedül, akkor találjon egy párt, hiszen az jobb, mint a parázasság. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem Jahua, hogy az asszony a férjétől el ne váljék. Itt viszont már egyértelműen megjegy azt, hogy ez egy parancsolat Jahuától. Mint ahogy tudjuk, hogy elvál, a válás az nem, hiszen elmondta Alakiásban is, hogy gyűlölöm az elbocsátást. Úgyhogy ne váljon el, az asszony a férjétől, ha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj sose bocsássa el a feleségét, azaz ne váljon el soha. Természetesen ez ő arról beszél most, akik az úton találkoztak, és az úton házasodtak, és ott éltek együtt. Ezekről beszél, ez ki fog derülni később. Egyebeknek pedig én mondom, nem jahua. Ez megint csak visszatér arra, amit ő javasol, ami az ő véleménye. És nem a parancsolat. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, azaz, aki nem járja ezt az utat, és ez vele akar lenni, el ne bocsássa azt, és amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lenni, el ne bocsássa azt. Ha egy olyan házasságról beszélünk, ami, ami a felemás igának a tipikus esete, abban az esetben, hogyha férj, Boldog az, vagy a, az asszonya, vagy az asszony a férjel, akkor maradjanak együtt, hiszen minek válna el attól, hogy az nem hisz, még hihet, amennyiben a hívő téve, aki az úton jár, az járja ezt az utat, az ő példája majd átragadhat rá. De egyébként itt mondja, mert megvan szentelve a hitetlen férje az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztáltanak volának most pedig szentek. Ez visszautal megint csak a torára, amikor, amikor a hitetlen és a, a hívő gyermeke az, a, akit fattyúnak hívnak, és ezért mondja, hogy megszenteli a hívő a hitetlent, és így maradjanak együtt, mert a gyerek így még lehet rátérhet az útra melles. De, de mindenképpen azt mondja, hogy ezt én mondom, nem pedig jahóa. Érdemes együtt maradni, amennyiben ez lehetséges. Ha pedig a hitetlen elválik, Ám váljék el, hogyha az a fél, aki nem az utat járja, el akar válni, váljon el, nem vettetett szolgaság alá a keresztény, vagyis hát az úton járó férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket Elohim. Ha megnézzük ezt a kádiban, a testvér vagy a nővér ilyen esetben nincs szolgaságra kötelezve. Ilyen esetben a testvér nővér nincs lekötve. Azaz én úgy értelmezném, hogy ilyen esetben utána ő házasodhat, amennyiben talál olyat, aki az úton jár. Az arany azt mondja, mert ha különben volna, a ti, ja, ja, ö, nem vetted rabság alá az atyafiú vagy az úton asszony az ilyen dolgban, de békességre hívott minket Elohim. Nézzük meg a, az arámi Új szövetség. Ha elválik, akkor váljon el. A, a igen, hogy ő nincs szolgaság alá vetve. A King James pedig azt írja, hogy... Igen, hogy nincs, nincs szolgaság alá vetve ebben az esetben, de békességre hívott minket az Elohim. Szóval azt mondja, hogy ha elválik... Hát, én mondom, én úgy értem, hogy nem, nem vetetett szolgaság alá, a, a, aki az úton jár, amennyiben a hitetlen el akar válni, mégis mit tud csinálni, hanem akkor utána ő szabaddá válik. De békességre hívott minket Elohim. Szóval amennyiben lehetséges, akkor arra... Törekedjünk, hogy békességben éljünk a, a házasságban, ha már így alakult. Amennyiben a másik fél ezt lehetővé teszi. Mert mit tudott te, asszony, ha megmenteted a -e férjedet, vagy mit tudott te, férfi, ha megmenteted megmentetted a feleségedet? Azaz nem tudhatja az ember, hogy az ő viselkedésével mikor fogja tudni a, az álhatatosságával a másik embert pozitívan befolyásolni, illetve jahol mikor dönt úgy, hogy ő megsegíti ezt a párt. Csak amint kinek-kinek adta Elohim, amint kit-kit elhívott jahuha, úgy járjon, és minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Azaz mindenki a maga képességei szerint járja ezt az utat. Ahogyan van, abban haladjon tovább, és majd az atya lesz az, aki elvezeti a következő lépcsőhöz, meg a következőhöz, meg az azutánihoz. Ha a férfi nem... Férfi, most... Já, jó, oké. Okay. Haladunk tovább, majd a végén megnézzük a kérdéseket. Szóval ez első korintusi hét lóhalálában, és megyünk tovább. Következő pedig, nézzük meg Efézusiakhoz 5-ös fejezete, és onnan is szerintem mindenki ismeri a 21-estől. Én innen ezt választottam, hogy ezzel kezdeném, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Jahua félelmében, vagy Elohim félelmében. Azaz mindenki engedelmességgel tartozik a másik iránt. Engedelmesség itt azt jelenti, hogy ez szó, ez ugye már a brit szóval görög lesz, alá, ez alárende, alatt lesz, engedelmeskedik, aláveti magát, meghódol, azaz alázatos. Alázatos legyen mindenki, mindenkivel. A, teljesen mindegy, hogy ez. Nyilván mindenek megvan a határa, de az alázat annyit tesz, hogy hogy az ember, ugye itt azt itt, hogy meghódol vagy meghajol. Nyilván azért használta ezt a szót, mert ez az, amit szeretne, hogy ha, mi képesek vagyunk egymással így viselkedni, akkor leszünk csak képesek vele is, az atya felé is így viszonyulni. A másik meg az, hogy azt mondta, hogy szeresje Jehuát a te hatalmasságot, a teljes szívedő, teljes teljes erődből, ez az első parancsolat. A másik pedig az, hogy szeres fel a barátodat, mint te magadat háromhoz, és így érti az engedelmesek legyetek. A következő viszont az, hogy ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek úgy, mint adonai -nak. Ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, ezt a mondatot. Ti asszonyok, a ti saját félreteknek engedelmesek legyetek, úgy, mint Adanáinak. Kérés az, hogy vajon mindenki olyan engedelmese azok, akik az úton járnak. Nem akármennyire, ez ugyanaz az engedelmes, ugyanaz a szó, asszó, ugyanolyan engedelmes, mint Adanáinak. Mert a férj feje a feleségének. Ezt a rendszert a férj irányítja. A férj vezeti ezt a kapcsolatot. Kifejezés, amit használ, az kefáli, annyit tesz, mint fej, valaminek a betetőzése, vagy koronája, csúcsa, vagy a fő. A feje gyakorlatilag. Ugyanúgy, a, férj, szóval van a nő, van a feleség, van a férj, van a másiák, és utána pedig az atya. És a másiák az, aki megtartója a gyülekezetnek, ez az egyház, ugye, eklésia, mint gyülekezet. A keresztény egyházhoz semmi köze nincs enn. A keresztény egyház egy teljesen különálló tradíció, aminek nincsen köze ahhoz, ami, amiről itt szó van. De miképpen az eklészia vagy a gyülekezet azoknak a gyülekezete, ugye a szó ismét eklészia, amikor itt egyázról beszél, ez szintén eklészia gyűlés, a kihívottak közössége, szó szerint a kihívottak közössége. Kaleo, hívni, meghívni, elhívni, magához hívni, nevezni, szólítani, nevet adni valakinek, az ek pedig valamiből, valamitől. Közül által szerint, azaz a kihívottak, a hívottak közül a kihívottak, a kihívottakból az elhívottak, stb. Szó szóval szerint a kihívottak közössége. Ez az, akiről itt beszél. Ennek a feje a másiák, úgy, ahogyan a férfi feje a családnak, a feleségnek. Miképpen az egyház engedelmes a másiáknak, azonképpen az asszonyok is férjüknek mindenben. Engedelmes, ugyanaz a szó, mint az előbb volt, hőpatászó. Alárendelt. Miképpen az egyház engedelmes a másiáknak, azonképpen az asszony és a férjüknek mindenben? Nem tudom, hogy hogy lehet ezt másképp értelmezni, mint úgy, hogy mindenben engedelmes legyen a férfinak. Ezután persze leírja azt, hogy ti férfiak szeressétek, a ti feleségeteket, úgy, ahogyan a másik is szerette az, az Eklésziát, és önmagát adta azért. A kérdés az, hogy hol fog találni a nő egy ilyen férfi, amennyiben a férfi nem teljesíti az ő részét, miért kellene a nőnek teljesíteni az ővét. Más kérdés, hogy ha egyik, mind a kettő a másikra vár, akkor soha senki nem fogja ugye megtenni. Az egyiknek el kell kezdeni ezt az utat járni, a lényeg azonban az, hogy mindenkinek a saját részére kell figyelnie. Hiszen a másikat nem tudja irányítani. Az, az, hogy a másik nem úgy jár, a, ha az azt eredményezi, hogy az egyik se úgy fog járni, akkor gyakorlatilag mind a kettő a végén ki fog kerülni oda, ahol, ahol nem szeretne majd lenni hiszen nem úgy éltek, ahogyan azt előírta az agy. Szóval, ha, ha egymásra mutogatnak, akkor a végén mutogathatnak majd egymásra, attól függetlenül boldogtalanok lesznek. Ahogy azt megszentelje, ugye azért adtam önmagát, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője, fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen korás és feltétlen. Így kellene a férnek szeretni a feleséget, hogy önmaga elébe állította, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat. Saját maga elé tegye, nem úgy, hogy. hogy úgy, hogy maga elé állítsa, így, így értette. Így érti de ha megnézzük a. A másik verziókat, akkor látjuk, hogy dicsővé tegye magának az egyházat. Hogy, hogy az által, ahogyan ő viselkedett, ahogyan a másiák szerette, úgy példát mutatott az egyháznak. Ragyogóvá tette az egyházat. Erről beszélt az arany pedig azt mondja, hogy tenni azt magának dicsőségessé. Igen, ugyanígy így írja végül is a, az arámi ír. Hogy, hogy magához veszi a gyülekezetet. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Bár a nőről van szó, gondoltam, ez így becsületes, ha legalább ennyit hozzáteszünk, hogy mielőtt a férfi elkezdi magyarázni a nőnek, hogy így, meg úgy, meg amúgy, érdemes neki megnézni, hogy mi az, ami, ami az ő része ebben az egészben is. Ha ő nem így él, akkor a nőnek attól még úgy kell élni, de érdemes magára mindenki... Mindenki először magára nézzen. A nő, úgy, mint a férfi. Soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja. Az miképpen Jahua is az egyházat, mert az ő testnek tagjai vagyunk, az ő testéből és csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember az atyát és anyját, ugye bár a sít második fejezet ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én másiákról és az egyházról szólok. Magyarul elmondja még egyszer, amiről mindvégig szó volt, hogy a férj és a feleség az egy szimbólum, ami a másiákot és az eklésziát szimbolizálja. A férje a másiák, az Eklésia a, a nő, a feleség, és ezért hozta létre már a kezdetben. Arról beszél Saul, hogy kettő lesz egy testé, úgy, ahogy a másik és az egyháza a kettő, egy egységet alkot, egy, egy házat alkot, egy egységet alkot a kettő együtt. Ezért hozta létre, hogy az ember megérthesse, hogy hogyan kell funkcionálnia a világban, ahhoz, hogy része legyen ennek az egységnek. Az ember nem tud a szóval egyesülni csak, hogyha benne van a szó, és a ruák, és úgy él. Ha nem úgy él, nem jár azon az úton, akkor nem fogja valóra váltani azt, egyesül vele. A ruák és a szó egyesül az emberben így, úgy, mint a férfi és a nő, mint a másiek és az eklésia. Ezért van a házasság. Ha az egyik nem, a, a, úgy kellene követni nekünk a másiákot ahogyan a nőnek a férfit. De ahhoz a férfinak úgy kell funkcionálni, mint a megváltó volt itt, és akkor a nő tudná úgy követni, mint ahogy mi tudjuk a, a másiák példáját. De ha a férfi nem úgy él, akkor a nő nem fogja látni azt a példát, és nem fog tudni e, úgy élni, ahogyan neki kell. Így, de, de ugyanígy igaz, ez a, a fordítva is, ha a nő nem úgy viselkedik, akkor nagyon nehéz az a férfinak úgy viselkednie, mint ahogy láttuk a példát a, arra, hogy, hogy milyen az a nő, aki, aki mint például a múltkor, amiről szó szóval, volt, aki, akivel nem, aki egy büntet. Kettőnek együtt kell tudni működni, hanem azért ti is egyen-egyen ki ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát az asszony, pedig, hogy félje a férjét megnézzük ezt a szót, hogy félje a múltkor, ez fobéo, amiből a fóbia ered, ez az a kifejezés, amit mi úgy használunk, mint fóbia, fóbeo, vagy máj, fél, megijed, megrémül, megriad. Fóbosz, félelem, rémület, riadalom, ijegység. Így erről beszél itt. Nyilván nem arról beszél, hogy úgy, mint manapság a legtöbb esetben, hogy a, hogy a hazajön a férj, tiszta idióta, meg részeg, és így féli, nem erről beszél. Arról beszél, mikor azt mondja, hogy Jahuának félelme a bölcsesség kezdete. Arról a fajta félelemről beszél, arról a tiszteletről beszél, ahogyan az ember Jahuára néz, úgy néz, hogy érre a feleség. És áldás, ezt nem is én mondom, hanem ez ide van írva, engedelmesek legyetek úgy, mint Jahuának miképpen az egyház az eklészia engedelmes a másiáknak, azonképpen azt mondjuk ti is legyetek engedelmesek a férnek mindenki, min mindenben, mivel a fér feje ennek a kapcsolatnak. A fér feje a feleségnek úgy, mint ahogy a másiák feje az egyháznak és megtartója a testnek. Szerintem ez túl van tárgyalva, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes mindenkinek észben tartani, aki házasságban gondolkodik, vagy esetleg benne van és e és ki, ki akar belőle valamit hozni hosszú távon. És az úton akar maradni. amúgy mindegy. Amúgy csak csinálja azt, amit a világ. Egy korintus 1 Ötig lesz a következő, és már nem sok van <laughs> relatíve. Oké, okay. legyetek az én követőim, mint én is a másiáké. Ez ugye Saul írja azért, hogy mindenki tudja, hogy hogy ő arról beszél, amit megtudott a ruhák által. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a másiák. Erről beszélt az előbb is. Az asszonynak pedig feje a férfi. A pedig feje az Elohim, azaz az atya. Szóval az asszony feje a férfi úgy, ahogyan a, a másiák az eklésziának, és ahogyan az atya a másiáknak. Szóval a házasság lényege ez. Ezért hozta létre az a kezdet kezdetén. Úgy, ahogy a, a fiú és az atya működik, úgy működik az asszony és a férj. Ez a lényege. Az a kettő egységben működik, a férfi vezet, a nő követi, és a nő együtt összetartja a házat. Minden férfi, aki befedett fővel, igen, erről már volt szó, most már áttérünk erre a befedett fő, nem befedett fő, de ezt is kiveséztük már, csak most ebben a vonatkozásban meg akarom mutatni. Minden asszony pedig, asszony az egyébként gné, nő, asszony, feleség vagy mennyasszony. Ez az, amit a szó jelent. Aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétán megcsúfolja az ő fejét, az ő feje pedig ki a férfi, mert egy és ugyanaz, mint a megnyírettetett volna. A megnyíretetett eszkszű ráó le van borotváva, vagy le van nyírva a feje. Mm, erről beszél. Mindenki, minden nő, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétán megcsúfolja az ő fejét, aki a férfi, azaz tiszteletlen megcsúfolja, az annyit tesz, mint Kataik szűno, megszégyenít, szégyenbe hoz, csúppá tesz. Cserben hagy. Megszégyeníti. Cserben hagyja gyakorlatilag a férjét. Megszégyeníti, szégyenbe hozza. Hányan vannak azok, akik gyakorlatilag mindenki? Gyakorlatilag mindenki a, a, különböző gyülekezetekben így van. Legalábbis a, a, a nagy többsége a gyülekezeteknek így működik a nő befedetlen fővel van. Eszébe se jut senkinek, hogy a fejét befegy. Pedig egyértelműen le van írva ide, hogy miért kell. Aki imádkozik, az imádkozik egyébként a görög szó pro seuk homai. Pro seuk -ho És ez imádkozik, vagy pedig könyörög. Ehhez nem kell letérdelni. Nem arról beszél, hogy, hogy ha letérdel az ember, akkor az minősül imádkozásnak, vagy csak hogyha ha lefekszik, vagy leül, vagy neki készül nem erről beszél. A profétál pedig mellesleg tolmácsol, vagy, vagy valamilyen Elohim akaratát közvetíti, Elohimtől ihletve beszél. Úgyhogy ez gyakorlatilag 0-24 óráig érvényes a nőkre. Mert ha az hogy nem fedi be a fejét, nyíretkezzék meg, ugye Keiro vágja le a haját. Ha pedig Égtelen dolog az asszonynak megnyiratkozni, kheiro, levágni a haját, vagy megberetválni, szűráo, amiről az elő volt, hogy teljesen leborotválja, fedezze be az ő fejét, fedje be a fejét, amennyiben imádkozik. Mi ebből olyan nagyon értetetlen, nem tudom. Ha imádkozik, profétál, fedje be a fejét. Mert a férfiúnak nem kell befedni a fejét, ugye erről beszéltünk már, ez a, ez a befedni, ez katak-halüptó. Ez kitárgyaltuk, ez az, amikor elpátyolozza a fejét, mikor teljesen befedi a fejét. Ez nem arról beszél, hogy kalap van a fején. Mikor pátyol van rajta, teljesen elfedi a fejét. Mivel ő Elohimnek képe és dicsősége, de az asszony a férfi dicsősége, az asszony a nő a férfihez tartozik. Pont. A férfi a nő feje, a nőnek úgy kell engedelmeskedni, ahogy a, ahogy a másiáknak, és úgy kell tisztelnie, ahogy a nyahuát. Szóval igazából nagyon nehéz lenne ezt másképp értelmezni, ezt a rengeteg verset most már ezek után. Mert nem a férfiú van az asszonyban, hanem az asszony a férfiúban. Meg is magyarázza. Nem arról beszél most már, hogy... hogy Jaj, ez akkor így volt, meg, meg ők akkor annyit beszélt a nő, meg, mit, meg nem tanulhatott, meg ilyen. Nem erről van szó. A férfiból van az asszony. Beresít, második fejezet és nem a nőből van a férfi. Sőt, nem is arról van szó, hogy a férfiból van az asszony, hanem arról, hogy nem is a férfiú teremtette az asszony, hanem az asszony a férfiért, az asszony a férfiért teremtette Jahua. Szóval miért kell befedni a fejét? Ezért kell az asszonynak hatalmi jelet viselni a fején az angyalok miatt. Hogy elmúlt ez? Miért múlna el? Exusia, ez a hatalmi jel, és ez nem más, mint szabadság, képesség, lehetőség, feltalmazás, hatalom tekinté, jog, jogosultság, hivatalhatóság, hatalmi jel. Ez egy hatalmi jel, hogy a nő fejebe van fedve, ami azt jelenti, a férfihoz tartozik. Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül Jahuában. Mert amiképpen az asszony a férfiúban van, azonképpen a férfiú is az asszony által az egész pedig Elohim-től. Oké? Okay? A csapat együtt működik. Csak mindenkinek megvan a maga feladata. Az asszony itt egyébként güné, nő vagy asszony. És csak utána feleség. Magatokban ítéljétek meg, illendő dolog-e asszonynak fedetlen fővel imádni Elohimet. Már itt, itt, nem arról van szó, hogy, hogy, feleség, hiszen a következő versben már arról beszél, hogy férfi. Á, nér, férfi már férfi nőről van szó. Nem arról van szó, hogy ó, oh, ha én nem vagyok házas, akkor nekem nem kell befedni a fejem. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ítéljétek meg magatokban. Döntsd el te magadnak. Illendő-e egy nőnek fedetlen fővel imádkozni? Nyilván azért kérdezi, mert nem. Ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy a férfinek a ha hosszú haja van, az ugyanolyan csúfság, mint hogy a nőnek fedetlen fővel imádkozni. Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az neki, mert a haj fátyol gyanánt adott neki. Semmi köze ennek ahhoz, hogy, hogy most már neki nem kell befedni a haját. Minek beszélne egész fejezetben arról, hogy, hogy be kell fedni a fejét, mikor azt mondja, hogy, a, hogy, hogy utána a végén meg azt mondja, hogy a nagy haj az ékesség neki azért, mert hogy, hogy az fátyol, a, a, gyanánt adott neki. Arról beszél, hogy ha pedig valakinek tetszik versengni, nekünk olyan szokásunk nincsen sem az Elohim gyülekezeteinek. Ha, ha, ha versengni úgy érti, hogy ugye arról beszél, hogy Filonéikhoz elsőségre vágyni, törekedni, viszályt kedvelni, vagy versengeni, ez az, amiről itt beszél. És szerintem utal arra a nagy hajra, hogy, mint amit ma csinálnak a nők, hogy, hogy a fodrász megcsinálja, és akkor így, meg úgy, meg amúgy, meg minden nap olyan, mint hogyha ha bál lenne. Ez az, amire utad. De nézzük meg gyorsan a dicsési szolgát, mert a haj fátyógyaránt adatott neki. A haját fátyógyaránt kapta. A haj néki fejferezésére adatott a nagy haj. Következő, és ezek már rövidebb versek lesznek, és lassan be is fejeztük. 3 hármas fejezet, ez elkerülhetetlen. Kolosságok az 318 astól elkezdjük a 18-as így van. Ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek, amiképpen illik Jahuában. Az az így illik, ez az illendőség, ez a szabály, ezt akarja ő, Jahua. Az, hogy a nő engedelmeskedjen. megbeszéltük, hogy a tasszó számtalanszor alárendel, alázatos legyen, alatvalóvá legyen, engedelmeskedik, meghódol, vagy alárendeli magát. Így, így működik a feleség a fér. Így viszonyul a feleség a férhez, így illik Jahuába. Illik pedig. A Neko felér valahova elér vonatkozik, illik illő, megfelelő. Így felel meg. Természetesen elmondja, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántok, keserűkedőek. Oké, okay, szóval a férnek ugyanúgy kell viszonyulni a nőhöz. Ettől függetlenül 23-ashoz fogunk leugrani, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint Jahuának, és nem embereknek. Ezt azért mondtam az engedelmességgel kapcsolatban, hogy mindez, amit, amiről Saul beszél. Ha elfogadjuk azt, hogy az ő levelei ihletettek, akkor látjuk, hogy ő ezt lélekből ez a lélek pedig nem más, mint a psziché, azaz lélek, értelem, érzelem, akarat összessége lélekből cselekedjétek az egész akarata legyen benne az embernek, érzelme, értelme, mindene, amit csinál, úgy csinálja. Mint Jahuának, és nem embereknek, azaz arra figyeljünk, hogy mi az, amit az atya akar, mit akar, amiképpen Jahuának illik, úgy engedelmeskedjetek a férjeteknek. Mint Jahuának, lélekből cselekedjétek, mint Jahuának. Tudván, hogy ti Jahuától veszitek az örökségnek jutalmát, mert Adonai másiáknak szolgált. Szóval az engedelmeség újra előkerült a következő, pedig 1. Péter 3, 1. Péter 3. Ugyanerről beszél hasonlóképpen, asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek. Engedelmeskedni, hüpetasszó, ugyanaz, hogyha nem, ha, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, a férjek közül, az ez logos, ez jahu a szava, a feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Azaz, ha, ha a férfi nem olvassa az igét, úgy érti, hogy az igen nélkül, hogy nem hajlandó olvasni, mint ahogy mondta, a hit hallásból a hallás pedig Elohim igéje által. Ez az, amiről beszél itt hogy ha nem hajlandók olvasni, de látják, ahogyan viselkedik a feleség, akkor ők megnyeretek úgy, annak ellenére, hogy nem olvassák. Hiszen a feleség maga viselete az megmutatja. De hogyha a feleség az nem úgy viselkedik, ahogyan az atya előírta, akkor mit, mit miből tanulná meg az az ember? Hogyha úgy viselkedünk, mint a világ, ha hőbörög, meg hogyha próbál úgy visszavágni, akkor, akkor is nincs miről beszélni, hiszen akkor nem tudja eltanulni a jót, hiszen nincs mit eltanulni. A lényeg az, hogy a nőnek engedelmeskednie kell a férnek szemlélvén, a ti félelemben való fedhetetlen életeteket, félelem, fogoszt, erről volt szó az előbb, ugye ez a rémület, riadalom, ijegység. A fedhetetlen azonban a lényeg, hagnosz, ez tiszta erkölcsileg, ez ö, olyan, mint a hagios, ha, a hagios, hagion, az a legszentebb szentség, ha, ha jól ö, emlékszem. A hagios pedig az, mint a kodes, vagy szent, megszentet, elválasztott, más, különválasztott, tökéletes, hibátlan, tiszta, Elohimhez méltó. Ez az, amit jelent az, hogy ö, fedhetetlen életeteket, ez az, amiről beszél. Hagios, tökéletes, hibátlan. Az ember nem lehet hibátlan, mint nő, hogyha nem engedelmes. Akinek ékessége ne legyen a külső, és gondolom, hogy aki ezt hallgatja, annak az, az nem is ö, fenyegeti ez a veszély, de azért ö, mindenképpen kiemel akinek ékessége ne legyen a külső hajukra fonogatásába, aranynak felrakásába, öltözék felvevéséből, smink, köröm, stb. blablabla, bla, bla. ami ma megy, a szépségverseny állandóan. Az illat, felhők, meg ezek a dolgok, ami, ami ma jellemző, akár merre megy az ember, lemegy a boltba, mindenhol szépségverseny van, különösen nyáron. Ez az, amire felhívja a figyelmet ez másodlagos. Nem arról van szó, hogy úgy kell kinézni, mint egy koldus, arról van szó, hogy nem erre kell figyelni. Majd, hogyha nem erre figyel az ember, megérti, hogy hogy lehet az ember szép úgy, hogy mégsem úgy néz ki, mint egy prostituált. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd, csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt. Ez az, ahogyan az ember szép ahogyan a nő szép igazából ugyanis erről beszél most. A szívnek elrejtett embere. A szív, az ugye kardia, a szív, a szellemi lelki élet központja, léb, vagy lév, amit láttunk a tanákban, léb, az ember központja, a szív, gyakorlatilag a, a szövetség ládája, amiben van a parancsolat, a manna és Áron, Áronnak a potja. A vezetés, a, a testi és a szellemi kenyér. Így is az van az ember szívében. Erről beszél ő. Szelíd legyen, csendes, és a, a lélek romolhatatlanságával. lélek pedig nem más, mint pneuma, vagy ruach. Szél, fuvallat, lélegzet, szellem. Ami becses Elohim előtt. Polütelész. Rendkívül drága, nagyon értékes. Így nézi a arra, aki úgy viselkedik, ahogy ő azt előírja. Mert így ékesítették magukat hajdan a mag szent hagiosz, vagy Kodes, asszonyok is, akik Elohimben reménykedtek engedelmes kedvén, Hypatasso, az ő férjüknek. Kik ezek? Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és Adonájnak nevezte őt. Kürios. Ugyanaz a Kürios, amit használ, ő ugye itt Úr Isten Jézusra. Ők mindenkit küriosznak vesznek. Mindenki ugyanaz. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Úgy engedelmeskedett Sára Ábrahámnak és küriosznak vagy úrnak nevezte. Ugyanannak az úrnak, mint amit, aminek hívja Elohimet, Jahusá másiákot és Jahuát ugyanúgy engedelmeskedett Ábrahámnak, akik gyermekei lett, akiknek gyermekei lettek, ha jót cselekeztek, lettetek, bocsánat, ha jót cselekeztek, és semmiféle félelemtől nem rettegtek. Ha, ha aki azt mondja, hogy Ábrahám gyermeke, és el akar jutni a királyságba, annak úgy kell élnie, ahogy ezek az emberek bemutatták a példát korábban számunkra. Még nézzük meg a hetes verset, ahol is így ír Kefa, vagyis Péter. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon, ugye a feleségről van szó, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Azaz, nagyon fontos, hogy a férfi és a nő arra törekedjen, hogy értelmes módon együtt tudjanak lakni, és a férfi különösen tisztességet tévén a nőnek figyelembe véve azt, hogy a kettő együtt társ az élet kegyelmében, és amennyiben nem ezt teszik, akkor az imádságaik meghűsulnak, azaz nem jutnak el oda, ahova ők a szánják, és nem fejtik ki a hatásukat, hiszen nem úgy funkcionálnak, mint egy egység. Nézzük meg villámgyorsan, hogy mi mit jelent itt. Az eredetben, vagyis hát a görögben, ami nekünk megvan a gyöngébb, az maga azt ugye maga a kifejezés azt és annyit tesz, mint erőtlen vagy gyenge, beteges, tehetetlen. Erőtlen, gyenge, erkölcsileg, szellemileg, erőtlen, tehetetlen dolog. Természetesen nem azt mondja, hogy a nő az egy beteges, tehetetlen, szellemileg, erkölcsileg gyenge valami. Pontosan arról beszél, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kettő. A férfi az, aki erősebb ebben a, csopó, ebben a kapcsolatban, és a nő támogatja őt. A kettő így együtt kiegészíti egymást. Az edény az természetesen arra utal a skeosz edény, felszerelés, berendezés, kellék, eszköz, szerszám, vagyontárgy, arra utal, hogy az atya használ minket, mint edényeket, arra, hogy a ruach hakodes, ami tőle érkezik, bennünk lakjon. Erre használja fel az emberiséget, ezért kerül elő az edény hasonlat. A tisztesség pedig timé, becsület, megbecsülés, méltóság, azaz megbecsüléssel és méltósággal kezelje a férfi a feleséget. Érték, ár, azaz azaz tiszteletben tartva az értékét, értékelve a feleséget és azt, amiért ő a kapcsolatban és az egységben benne van, és amit hozzátesz az egészhez. Társaik, a társ, az szükleronomosz, együtt öröklő, vagy társ örökös. Azaz, mindjárt megnézzük, hogy honnan jöhet ez, az élet maga, az zoé, élet vagy létezés, és a kegyelem pedig karész, öröm, élvezet, gyönyör, kedvezés, szívesség, jó indulat, kegyelem vagy kivételezés, hála, elismerés, viszonzás és a kairóból ered, úgy mint örül vagy örvendezik, vidám, jókedvű. A kegyelem természetesen az, ami az atyától érkezik, Jehusa, ha másiákon keresztül az élet maga egy kegyelem. Az, hogy együtt kapják a kegyelmet, az Barasit 1. Egy Mózes egyes fejezetben hangzik el, teremté tehát Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremti őt, ez a kép, ez ugyanaz, mint a más siák, a kép volt, kép más, hasonmás, megtestesítés, szobor, bávány, ugyanúgy, mint a látszat vagy vetített kép, mint ahogy a más siák, az atya képe, ugye az ikon, mint egy kivetített mása vagy festménye, aki képviseli, illetve úgy néz ki olyan, mint így érti az, hogy Elohim képére. Ezután elmondja, hogy férfiúvá és asszonyjá teremti őket, Azaz mind a kettőről beszél ekkor, nem csak a férfiról, mikor azt mondja, hogy megáldá Elohim őket, és mondja nekik Elohim, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Ez az élet kegyelme, és ez az az ajándék, ami érkezett Elohim től. Tehát így örökös társaik, örökös, úgy, mint ők öröklik az életet, természetesen beszél már most a királyságról, illetve az életről az atyával, de egyébként erről az életről is beszél, ami itt történik. Ezért mondja, hogy örökös, nyilván öröklik az örök életet, de egyébként itt is együtt élnek. Így társak ebben az örökségben. És amennyiben nem működik, akkor az imádságaik, az imádság egyébként proszeükhé, proszeükhé, imádság, imádkozás, vagy ima. És a proseukomai imádkozás, imádkozik, könyörök szóból ered. És az, hogy meg ne hogy meghíjusol az ekopto, úgy, mint kivág, meghiúsít vagy akadályoz. Láthatjuk, hogy a férfinak és a nőnek megvan a saját szerepe ebben az egységben, és amennyiben együttműködnek, tudják a szerepeiket, akkor örökös társak, és úgy a könyörgésük eljut az atyához, hiszen látja, hogy úgy funkcionálnak, ahogy ő azt elképzelte. Nő férfi teljesen mindegy. Remélem értető, hogy mi az, amit kefa szeretne tolmácsolni számunkra a következő, és még van egy Timoteus 2. Ugye itt a, a diakónusokról beszél, a diakónus az egyébként szolga, vagy szolgáló, az az ember, aki aki azt mondja, hogy ő már pedig a, a, szeretné, jahu útját járni úgy, hogy ő szolgálni akar, amit idézője ugye diakónusok, vagy papnak lelkészek, pásztorok, stb. hívnak ma, aki szeretné terjeszteni ezt az egészet, tanulmányozni, embereket tanítani. Ezeknek a feleségei ilyenek legyenek hasonlóképpen, tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. Miért lenne egy nő másféle amúgy? Mint ilyen. Tisztességes, szemnosz, tiszteletre méltó szent vagy Kodás, nemes, előkelő ünnepélyes méltóság teljes, Szebo, Sebo, Sebo Máj, ez az alapszó, tisztel, becsül, csodál, vagy vallásos értelemben, tisztelemben, tisztelben részesít, vagy igaz, Elohim félő. Ez a kifejezés tisztességes. A patvarkodó az diabolos. Ugyanaz a diabolos, aminek satánt hívja. Vádló, rágalmazó, úszító, hibáztató, félrevezető, ellenség ellenálló. Aki patvarkodik, aki állandóan mondja a magáét, akinek be nem áll a szája, akinek mindig az utolsó szó az övé, aki állandóan zsémbes, mint az eső, amikor csöpög, magyaráz folyamatosan, mindig mindent tud, neki el kell mondani, neki semmi nem jó, ez olyan, mint az ellenség. Sőt, nem az, hogy olyan úgy hívja. Diabolos. Ha megnézzük a szót a szótárban, hát ha Satán. Diabolos. H7854, ugyanaz a szó, Satán. Láthatja mindenki. Úgyhogy... Azt nem fogja az atya szeretni, aki patvarkodik. Józan az Nefales, Nefalios, az Józan, aki nem iszik bort, ugye nem arról beszél, hogy soha nem iszik bort, hanem arról beszél, hogy Józan mértékletes borivástól tartózkodik, és hűséges. Pisztoz. Nem arról beszél, hogy hívek, arról beszél, hogy, hogy higgyen az a nő, hogy legyen úgy hívő, hogy bizakodjon Jahuában, és igaz legyen őszinte szava hihető becsületes, de ez a pisztoz, ez a kifejezés az, amit a hitre használ. Az, ami um, immuná, emuná a tanákban, úgy mint hit, az itt pisztoz. Szóval ilyennek kellene lenni egy feleségnek. A feleség pedig köné, ugye nő, asszony, feleség. Visszamegyünk a 1. Timóteus második, az is utána már csak Titus van és vége. Ha, oké, 9. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben. Ugye a tisztességes, Kosmios! Rendes, rendezett, becsületes kötelességét pontosan teljesítő, illedelmes tisztessége, szerény, azaz nem ö, szépség szépségverseny. E, erre gondol. Nem is pornózkár, hanem egy rendes ruha, amiből nem látszik ki az emberek semmie, de mégse azért egy ilyen kódus por. Szemérmetességgel, szemérmetes idols, szemérmetes. Óvatos, elővigyázatos magyarul nem olyan, mint amilyenek a nők ma. Mértékletességgel ékesítsék. mértékletes, az pedig eh, szapros szűné, józan önmérsékelt, vagy józanság önmérsékelt körültekintő, körültekintés, egészséges gondolkodásmód. Értelmes magyar. Ez az ékessége, kosz, Ez az, amire értette. Így lesz az asszony egy eh, koronája a férjének, amiről korábban beszél. Ha szemérmetes, mértékletes és tisztességesen öltözködik, nem hajfonatokkal, aranyjal, gyöngyökkel, drága öltözégekkel, festékszóróval, meg illatfelhővel, meg, meg, hanem amint illik az Elohim félemet valló asszonyokhoz jó cselekedetekkel. Ugye Máté 12-es fejezetben, mikor írja, hogy mi jó cselekedjem, hogy az, hogy az örök életet elnyerjem, kövess a parancsolatokat, erre gondol. Jó cselekedet, ergon, tevékenység, munkafoglalkozás, feladat, cselekedet, ez az, amiről beszél. Jó cselekedet egyenlő a Torah követésével. Ez jelenti azt, hogy valaki Elohimet féli. beia Elohim félelme, vagyis ugye itt Elohim félelem így, így érti. De a következőt ajánlanám mindenkinek a figyelmébe, hogy mindenki vésse bele a tudatába. Az asszony, küné, nő, asszony, feleség, teljesen mindegy, mindenki, akinek kettes a, a személy száma, az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. Csendesség pedig nem más, mint hezükia, nyugalom, békesség, tétlenség, pihenés, csendesség, magány, egyedül. Szépen nyugodtan, csendesen, tanulgasson, teljes engedelmességgel. Hypotage, alárendelés, engedelmes. Nem arról beszél, hogy akinek kedve van, vagy aki nem tud, vagy aki, aki éppen úgy gondolja, vagy aki férjes, vagy férjezet, vagy ennyi éves, vagy annyi éves, vagy ilyen okos vagyok. Arról beszél, hogy a nő szépen nyugodtan, csendesen tanuljon, engedelmesen, ez lesz a leges legjobb mindenkinek. És szerintem a világ nagyszerűen alátámasztja ezt, hogyha körül. Következő tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak. Sem, hogy férfin uralkodjék, hanem, hogy legyen csendességben még egyszer elmondja neki. Hesszük ki a nyugalom, békesség, tétlenség, pihenés. Magány egyedül. Ne tanítson, ne legyen pásztor, vagy pap, diakónus, vagy akármi mert ez nem az ő feladata. Az asszony egyébként ugyanúgy göné, nő, asszony, mindenki, aki nő. Sem, hogy férfin uralkodjék, uralkodjék autenteó. Úgy, mint az autentikus eredeti. Uralkodik, hatalma van valakit. Nem engedem meg, hogy az asszony tanítson, vagy uralkodjon a férfi. Mindenképpen azt javaslom, hogy erre emlékezzen mindenki. Miért? Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Havá. Nem arról beszél, hogy a, hogy a házas nő, vagy a ennyi éves, vagy az ilyen, vagy aki nem érti, vagy aki érti. Arról beszél, hogy Ádám volt az első, Éva volt a másod. Ezért van így. És azért, mert nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony nem csak úgy megcsaladtatott, hanem bűnbe esett. Bűn Parabasis. Letérés az útról. Áthágás. Túllépés. A törvény megsértése. Parabaino, Áthág. Megszeg. Eltér. Eltávolod. Ez az, ami történt a nővel, mert megcsalatott. Apatau. Megcsal. félrevezet, Becsap. Így járt. Úgyhogy... És nem Ádám járt így, hanem a nő. Természetesen Ádámnak is megvolt a problémája, hiszen Ádám ugye ott tesz végnézte ezt az egész dolgot. Még itt villámgyorsan tárgyaljuk meg egy korintusi 14-es fejezetet, onnan is csak néhány verset, ez ugye Saul írja a korintusi gyülekezetnek, és a 34-es fejezet versben így szól: A ti asszonyaitok, az asszony Güné, asszony nő, hallgassanak a gyülekezetekben. A hallgatás a szigáó hallgat, csöndben van, hallgat valamiről, elhallgat valamit, vagy elhallgat. Egyébként a hallgatás vagy csend szóból ered. Szigé. Azaz a nőnek csendben kellene lennie a gyülekezetekben. Ezt nyilván mindenki megérti, hogy miért, aki, aki látott már nőket együtt együtt lenni, és így, így csacsogni, meg mindenféléről beszélni, hogy miért mondja ez Saul, hogy, hogy legyenek csendben a gyülekezetben, hogy ne váljon ez is olyanná, mint egy piactér, vagy mint általában, amikor beindul ez a beszélgetés mindenféle dolgokról. És értse meg mindenki, hogy nem arról van szó, hogy, hogy a nő rossz, vagy a nő, nő alacsonyabb rendű életforma. Egész egyszerűen gyakorlati dolgokról van szó, amelyek, általánosságában és átlagban véve igazak a férfira és igazak a nőre. És a nőkre ez az, ami jellemző. Ezért írja Saul, hogy maradjanak csendben, mert tudja, hogy mi van, ez a problémájuk a, korintu, a Korintbeli gyülekezetnek. Hogy, hogy ne, ne, ezért válaszol nekik Saul így, hogy maradjanak csendben, hogy azt a káoszt, ami gondolom ott is kialakult, mint ahogy mindenhol, ezt el tudják kerülni. A gyülekezet egyébként eklészél nyilván a kihívottak. Mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak. Azaz nincsen megengedve. Egyértelmű tészé, la Leo ez a e, szóljanak. Hangot ad ki. Locsog, fecseg. Ez az, amiről beszélek. Beszél vagy szó. Hogy ne legyen az, mint ami, ami, ami van általában, mint a szülői értekezet, vagy egy osztály hogy mindenki együtt beszél, mindenki mondja a saját dolgát, hozzászól, mindenkinek van egy véleménye. A megenged pedig e, epitrepo, Átad rá, hogy átenged vagy megenged. Nincsen nekik megengedve, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek. Hüpata szó számtalanszor előkerült már a szó, alárendel magát, vagy megalázkodik, pozitív értelemben aláveti magát, alatvalóvá válik, leigáz, engedelmeskedik, aláveti magát, vagy meghódol. Így kellene viselkedni a nőnek. Miért? Amint a törvény is mondja. A törvény pedig nem más, mint nomosz. A mózesi törvény is ezt mondja. Ezért, ezért ajánlja ezt Saul. Sőt, nem is ajánlja ezt, hanem azt mondja, hogy ezt mondja a törvény. Ez egyébként, ha megnézzük a héber szó davár, vagy dabár, amiről már beszéltünk korábban, a szó, a tíz dabarim, a tíz parancsolat, az a tíz szó. A kukha, az szintén, a micvá, az parancsolat, a torá, az tanítás, ez mind-mind, a mispát szintén rendelkezés, ez mind-mind ez a szó. Ezért mondja, hogy nincsen nekik megengedve a törvény szerint. Hol van ez írva a törvényben? Beresít, hármas fejezet, az asszonynak a felette, igen, megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, epekedel a férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez az, amikor azt mondja, hogy aláveti, vagy engedelmeskedik ez a szó, uralkodik itt, ez pedig masál, és uralkodik hatalmat gyakorol valaki felett illetve uralkodik, vagy uralmat gyakorol. Ez az, amire gondol Saul. Ezt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy akkor így volt, vagy akkor még egy más rendszer volt, vagy nem, a nők nem voltak annyira felszabadul, vagy nem tanulhattak, vagy nem voltak annyira intelligensek. Nem erről beszél Saul. Azt mondja, hogy ne hallgassanak, mert nincs megengedve nekik, hogy szóljanak. Engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Pont. Amennyiben tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket. Majd az megtanítja őket, ahogy megnéztük már korábban, a, megvan a hierarchia, és a nő mindig valakinek a hatalma alá tartozott. Az, hogyha valakinek nincs férje, nem azt jelenti, hogy ő szabadon ö, károkhat a gyülekezetben reggeltől estig ö, szünet nélkül. Az azt jelenti, hogy ő nem a férjének az irányítása alatt áll, vagy az a férje ö, fedi, be a nő fejét, hanem az atya az, aki irányítja. Úgyhogy vagy az apja, vagy pedig a férje. Teljesen mindegy, a nő így is, úgy is valakinek a felhatósága alá tartozik. Ha nem, akkor az az ő baja. Attól még nem lehet ott neki szabadon garázdálkodni a gyülekezetben, és folytatni azt, amit mondjuk egy piacon csinálna. A tanulás man, mantlánó tanul, felfog, megtud, vagy megért megtanul vagy hozzászokik valamihez. Ez a kifejezés, hogyha tanulni akar, égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Maga a jelenség egy égtelen dolog. Ice cross, root, szégyenletes dolog. Alkalmatlan, illetlen, egy aljas dolog. Erről beszél Saul. Az aljas nyilván egy kicsit erős, de szégyenletes, alkalmatlan dolog. Root, egy, egy dolognak. Nem arról van szó, hogy nem szólalhat meg. Arról van szó, szóval ha van kérdése, otthon megkérdezi a férjét. Egyébként nyilván, mikor, mikor van olyan arra lehetőség, hogy mindenki feltegy a kérdését, felteszi. De az, mint ami lenne amúgy, hogy mindenki mondja a magáét, és úton úgy közbeszól, hogy ő szerinte már pedig ez így van, meg úgy van, meg amúgy van, az, 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 az annak nincs helye egy gyülekezetben. A gyülekezet pedig az eklészia újra. Úgyhogy ezt mindenképpen hozzá szerettem volna tenni. Ez pedig Tituszhoz második fejezet 3 8 -ig. Nézzük meg az első. Ugye ez Titusnak írja, hogy te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Az egészséges tudományról már rengeteg szó esett, az egészséges tudomány nem más, mint a jahu a szava. Ez az egészséges tudomány minden más bolondság. Prédikátor könyve 12. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértegességesek, hitben, szeretetben, tűrésben épek hit, egyébként a szó pisztész, ugyanaz a hit, amiről korábban szó volt, pisztész. Hasonlóképpen a vén vagy idősebb asszonyok a kadosim vagy szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvalkodók, diabolosz. Valahogy megint előjött a diabolosz. Én rengeteg diabóloszt ismertem életem során, így most már pontosan értem, hogy mi, miről volt szó. Úgyhogy ez jelenti patvarkodó. Ha a nő állandóan mondja, be nem áll a szája, mindig az övé az utolsó szó, mindig tudja, mindig el kell mondania, állandóan magyaráz, mint az eső, hogy csepeg, olyan, mint az ellenség. Diabólosz, Legalábbis Saul ezt mondja. De megmutatom még egyszer, ahogy az legyen, hogy én mondom. A borivás az oinos, de a patvarkodó az diabolos. Oké? Okay? Ha megnézzük a diaboloszt a szótárban, a görög héber szótárban, satán, vagy cár, mint egy cár, mint az orosz cár, az egyébként diabolos. Szóval az a nő, aki állandóan mondja, az gyakorlatilag diabolos, mint sátán másik neve. Jó. ugyanazt ugyan mondja egyébként itt, mint amit mond a egy diakónus feleségénél, amit megnéztünk, Azt az Timóteusnak írta talán a hármas fejezetben, ugyanazt ismétli meg itt, de már most az asszonyról általánosságában. Már nem arról beszél, hogy mi értelme lenne, hogy a diakónus felesége nem olyan, mint satán, a többi meg mind olyan, hogy bere szája állandóan. Mint most. Ugyanez vonatkozik ezekre is. Nem patvarkodik, úgy él a tora szerint, és jóra ott tanítja a többieket, azokat, akik körülötte vannak. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Mire tanítja? A többi fiatal asszony tanítja. Szóval az idősebb nő tanítja a fiatalt. Mire? Arra, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Férj, filandrosz. Férjét szerető. Sőt, bocsánat, akkor igazából azt mondja, hogy filandrosz és hogy a férjét szerető, és Philotechnos, az pedig a saját gyermekeit szerető. Szóval úgy, úgy érti, az ő azzal a kifejezéssel ö, határozza meg. Nem is az igét használja, hanem Philandrosznak hívja, de mindegy is. Úgyhogy erre tanítja az idősebb nő a fiatalabb nőt, nem a férfit, a fiatalabb nőt tanítja. Milyen legyen? Szeresse a férjét és a magzatát. Ez az első, amit mond, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, mi az első? Férjüket. Szeressék, magzataikat szeressék, a házat építsék. Legyenek mértékletesek. Nézzük meg, hogy mik ezek. Sophron, józan mértékletes, éppeszű, fegyelmezett, visszafogott. Azaz nem állandóan mondja be, nem áll a szája, hanem józan mértékletes. Visszafogott, fegyelmezett, tiszta. Hagnos, szent, ugye a hagios, hagion, kodes, ugyanaz a kifejezés. Hagios, szent. Következő, házias. E, eltüntetem, hogy mindenki jól láthassa, hogy mi is, miről is van szó. Házias, ajkő rossz, házat őrző, otthon ülő, a ház úrnője. Miről beszél? Példabeszédek végig, építi a házát, megcsinál a házi munkát, mindent, amit kell, elvégez. Ő az, aki összetartja a házat. Házzal törődő, házias. Következő. Jó. agatosz, Szóval jó legyen. Ez a jó, ez agatosz, Jó, nemes, bátor, vitéz, zerék, kiváló, becsületes, jó indulatú, hasznos, kedvező, szerencsés, boldog. Ilyen legyen kiváló, becsületes, jó, nemes. Valahogy megint csak előkerül ez a férnek engedelmeskedő, ez nem tűnik el sehova. szó. alárendel, alatt lesz, alá, alátesz, alá, alá leigáz, engedelmeskedik, aláveti magát, alázatos. Erről beszél itt Saul újra. Következő. Hogy Elohim beszéde meg ne káromoltassék, akkor ezek szerint, ezek szerint a nőnek ilyennek kell lennie, annak érdekében, hogy a szava, ugyanis az ő beszéde, ha megnézzük, az nem más, mint logos, azaz szó vagy beszéd, minden fajtája a beszédnek, ami kijön az ember szájából, írás vagy írásmű, nagybetűvel írás vagy az, azaz jahuának a szava. Ha megnézzük a két szótárban, akkor a logos, azt láthatjuk, hogy dabár, azaz dabár, vagy a tíz dabarim, vagy a tíz parancsolat, a tíz szó. Ugyanaz a logos itt, mint ami a tíz parancsolatnak a szavai. Vagy pedig a mitzvá, ez a H4787, mitzvá, mint parancsolat. Sefer, az a szefer, ami a könyv, amiről szó volt már korábban, mint írás. Vagy pedig tora, úgy, mint logos. Ezeket mindet jelenti. Vagy sapát. Szóval ez az, amiről beszél hogy amennyiben így viselkedik a nő, amennyiben így viselkedik a nő, akkor nem káromoltatik meg a tora, a parancsolat, az ő szava, az ő igéje, az ő beszéde, amit ő mondott. Mert így kell, hogy viselkedjen. Megnéztük azt a három rész során, igazából nem kellene, hogy bárkinek is ez problémát okoz. Ez volt az utolsó, amit ezzel kapcsolatban meg akartam mutatni. Remélem, hogy sikerült, és és értető az, hogy hogy mi az, amit szerettem volna, hogy mi az, amit szerettem volna átadni a nővel kapcsolatban, ez az, amit az írás mond, ez Yahoo a szava, aki ezzel nem ért egyet, annak rengeteget kell imádkoznia annak érdekében, hogy Jahua segítse el, hogy engedelmes tudjon lenni, és utána érdemes elkezdeni keresni, ha valaki szerencsés annyira, hogy egyedülálló, egy olyan partnert, aki be tudja tölteni a férj szerepét majd a későbbiekben. Mindenkinek a legjobbakat, shalom és hallelujá. Akivel és ahol csak tudod, oszd meg a videóinkat, lájkold like őket, írd meg javaslataidat, ötleteidet, kérdéseidet a hozzászólás rovatban, illetve ne felejtsd el elolvasni a videóról szóló leírást!